Nagyon nagy szívvel, hatalmas boldogsággal és reményekkel várom a gyerekeket, mert minden egyes első osztály egy nagyon nagy csoda, fogalmazott a tanítónő, aki szerint többen izgalommal, egy kis félelemmel várják az iskolát az első napon. Egy nagyon nagy csoda, úgy gondolom, a gyerekek számára, hiszen először lépnek be az iskola kapuján, egy teljesen új helyzetbe kerülnek, izgalommal, egy kis félelemmel várják többen az iskolát, és én úgy érzem, hogy ezt az átmenetet mindig megpróbálom a legzökkenőmentesebben megoldani, játékokkal, drámapedagógiai játékokkal, tanórán, illetve, hogy az óra játékossága megvalósuljon, de tanulni is tanuljunk már az első hónapban is, nagy segítségünkre vannak az iskolában az interaktív feladatok, a digitális tábla, illetve az iskola adta új rendszer, ugye a bíbotok használata, és minden tantermünk fel van szerelve okos táblával, amin mindent meg tudunk valósítani a gyerekekkel. Most a tanítónő másodikosai által készített rajzokkal van díszítve a terem. Szeptembertől ez is változik. Ez így van, hiszen már az apró pici kezekkel tevékenykedni szoktunk szeptembertől kezdve. Ugye a finom motorika fejlesztése óvodás korban már elkezdődik, de az iskolában természetesen ez nem marad abba. Az íráshoz nélkülözhetetlen, így a rajzórákon, technikaórákon, és amikor van egy kis szabad programunk lehetőségünk, akkor nagyon szívesen kreatívoskodunk a gyerekekkel, nem csak tanórán, hanem délutáni foglalkozások keretein belül, hiszen a közösségépítésnek egy nagyon jó módszere, hogy délutáni foglalkozásokkor esetleg kirándulás vagy séta során terméseket gyűjtünk, és ezekből a termésekből valamilyen tevékenység során alkotunk, hiszen ez mind-mind a mi kezünk munkája, és a gyerekek nagyon büszkék szoktak magukra lenni, de nem utolsó szempont, hogy fejlesztik is saját magukat. Ilyenkor közös éneklés is belefér, hiszen a tanítónőnek az énekzene a szakterülete. Mindenképpen, de nem csak ezeken a tevékenységeken szoktam beleszűni az ének tevékenységeket, az éneklést, hiszen nekem a műveltségterületem az ének, és nem is engedem el a gyerekek kezét alsó tagozat után. Felső tagozatban találkozunk, ismét együtt dalolhatunk, de a délutáni foglalkozásokon is, és a tanórákon is nagyon sokszor merítek egy kis erőt, illetve kikapcsolódást a gyerekeknek azáltal, hogy a tanórát megtörjük egy kis énekkel, tánccal, egy kis bulival, mert a gyerekek már megszokták tőlem, hogy tanulunk, és a nagyon sok tudást játszva beleszippantjuk a buksinkban, viszont Adri nénitől már megszokták a viccet, a humort, és én úgy gondolom, hogy egy jó kis mókázás, egy kis tánc belefér minden órába. Az újak mellett megszokott dolgok is lesznek, mint például a tankönyvek, a tehetséggondozás. A tankönyvek azok nem változnak, használjuk tovább a bevált, megszokott tankönyveket, de az óráimra mindig tudatosan készülve, mindig olyan játékokat csempészek bele, amivel megmozgatom őket. Nagyon fontos, hogy első osztályban az óra közben mozogjanak a gyerekek, hiszen egy 45 perc egy elsős óvodából feljövő elsős gyermeknek az hirtelen nagyon hosszú, és ezeket a mozgásos játékokat, illetve drámapedagógiai játékokat a továbbiakban is használni fogom, a leendő kis osztályomnál is. A tehetséggondozás a szívügyem, tehát nem csak a gyengébben, akik egy kicsikét nehézkesen indulnak meg valamilyen tantárgyból, vagy akadályokba ütköznek, őket is segítem felzárkóztató képességfejlesztő órákon, illetve versenyeken is szép számban részt veszünk. Arra mindig odafigyelek, hogy ne torpanjanak meg, hogyha egy pici akadályba ütköznek, van egy bevált mondat, és a gyerekek ezt mindig mondják, hogy csak az hibázik, aki dolgozik, és a hibánkból tanulunk, és ezt már azért első hónap után a gyerekek nagyon magabiztosan szokták mondani, ez úgy gondolom, hogy rendületet ad nekik, illetve mikor versenyekre készülünk fel, akkor mindig felkészítem a gyerekeket arra, hogy nem az a cél, nyilván, hogyha felkerülünk a dobogóra, az egy nagyon-nagyon szép eredmény, de nem csüggedünk, hogyha nem kerülünk fel a dobogó első három helyezettjeként, hanem külön díjat nyerünk, mert minden, amit megtanultunk, az a miénk marad. És megszokták tőlem, hogy bármi pici lépésnek, apró örömnek mindig örülni kell, így figyelek arra, hogy lendítsem őket a további tanulmányukban, akár a megerősítés a cél, akár pedig a továbbfejlesztés.